Na, hello srácok! Itt Árti, és folytatjuk a Crusader Kings 3-ot. Volt egy kis vazallus csere a legutóbbi részben, azt befejeztük. Elvileg most már minden vazallusunk a számunkra megfelelő kultúrához tartozik, de hogyha jól látom, akkor valóban nem hagytunk ki senkit, mert ő már nem powerful vazal. Úgyhogy a vazallusokkal rendben vagyunk, több háborunk is zajlik éppen egyszerre, de mielőtt nekivágunk, itt a tökéletes lehetőség a feliratkozásra, a like dobálásra, illetve a videó megosztására, hogy mások is megnézhessék, illetve véleményezhessék a mi kis kampányunkat. No, na hogy állunk? Van egyszer egy keresztes hadjárat. Ez még nem indult el. Másodszorban van ez a francia belháború, amiben valamennyire beszálltunk, de not much fun. Van itt egyszer egy háborunk, a Welsh claimünk van, ugye, azt hiszem erre a területre, ugye? Dunbarra, igen, az itt van Dunbar. Ezzel úgy állunk mínusz 24-en, hogy még el se indult, igen, ez azért munka. Illetve van egy fölkelés ellenünk, amit ő szít itt Írországban. Úgyhogy abba kik vannak benne? Abba ez a sereg van benne, ez itt. Ez a kis szar, semmi. Jó. Akkor ti menjétek oda. Ja, van egy csomó értesítésünk is. Aha, a fiunk házasodni tud, de ő herceg, úgyhogy keresünk neki egy herceget. Ami azt jelenti, hogy egy herceg nőt, bocsánat. Ő már férjezett. Na, ez itt egy princesz. Kit akarok hozzáadni? A fiam a kuzinom, de nem az örökösöm. Arod, ugye? Ki lenne az örökösünk? Padarn. Jó. Akkor neked adjuk Arodot. Az egyetlen. Interesting. Nem, Netzefalog legyen. Ruler legyen. Ezt hagyjuk így, ezt tegyük orra, és ezt tegyük alliancéra. És ő lenne az egyetlen, akivel lehetne. És is azt mondom, hogy ó. Ez ő életerős. Jó. És őt mi miatt tudom? Házasságtörő miatt. A grófnőt, egy ismert bűnöző, már de biztos nem fogadja el, jó akkor. Jó. Ezt nyissuk meg. Jó. Mi egyik orog az asztal? Oh.
Akartok megmozdulni? Húzzunk bele. Hát jó, akkor na. Akkor ti is menjetek oda. Jó, hát akkor ráfekszünk erre a Dunbar részre is, ami itt van. Jó, akkor most megpróbálunk terjeszkedni ma. Meghalt a hóhérunk. Temetik a hóhért. Ez hogy került ide? Jó, mindegy. Ez még mindig nem mozdult meg, nagyon jó. Közte viszed. Gyerünk, menjetek verekedni. Ura. Na, sipéc srácok, oda kellene élni. Nem érünk rá napestig. Order. A promote culture az elkészült. Nagyon jó. Akkor viszont increase development Oxfordban. Jó. Kik vagytok? Ez neutrális sereg. Jó, ez a belháború, azzal nem foglalkozunk. Jó. Álljon meg a gyász mellett, mert nem fogunk itt kergetőzni holnap után, igaz, biztos, hogy nem fog megtörténni. Jó. Jó, megoldják a srácok. Azért menjetek oda segíteni. Jó, ez hogy áll? 5 hónap, jó. Jó, az itt egy win. Ez, nem tudom, hogy hogy állunk nullában. Mi? Itt ez háborúzok velük? Ha. Jó, oké, akkor... Srácok, ti ketten. Gyertek ide, bunyukon. Nem tudom, mi a tökömnek akartok hajózni minden áron, de oké, hajózzatok. Elég érdekesen mozognak a csapatok. Egyszer ez, amin nem tudom miért, hogy állunk így, de mindegy. Megy az ostrom egyszer, ott fent. Jó. Ez plusz 21, akkor ez is jövünk ide. Oda. Csász. Oda. A sereg az úton van ott lefele, ez a sereg akkor viszont mégiscsak jön ide. Gyerünk így. Jó. Jó, és akkor kettőbe osztottuk a sereget, nagyon jó.
Ez egy gyúk, azt nem engedjük el. Véget se engednek el. Jó. Enyém a királyság, nem adom át senkinek. Ezt fejezzük be mielőtt rajtam itt meg? Jó. Úgy. Akció van ellenem. Ő frakciózik, milyen alapon? Liberty Faction, aha. Azt mondja, ez plusz 21. Ez plusz 19. Jó. Hoppá. Á, mert meghalt a támadó. Jó, akkor a francia háború az véget is ért. Jó. Jó, akkor a francia háború tájtalan. Te oda mész. Te ide mész, mert ugye ez ugye a főváros. Ott is van nagyon jó. Jó, a francia háború lezárult, mert tárgytalanná vált. Jó, az itt egy win. Az mehet oda. Hogy állunk? 4 év. Öh, sok. Oké, itt hogy állunk? Plusz 24-ben. Itt is plusz 20, nem ez ugyanaz volt már. Ez a plusz 24. Ez a plusz 21. Hm? Jó. Jó. Oké. Okay. Akkor ez a sereg... Ez jöjjön már föl ide, nézzük meg, hogy ez ott el van foglalva. Occupied, aha. De jöjjünk ezt szépen rendbe tenni. Ez melyik seregünk? Ez a First Army. Jó, First Army az Monarchy, First Army az jön ide. Jó! Jó, ez szerencsére neutrális. Jó nagy sereg. 14 000-es. Ott nincsen katapultok. Jó, mindegy, srácokat ott hagyjuk. Eljátszadoznak. Azok az én seregem valamiért körbe megy. Aha. Nézzük, melyik a rövidebb. 3 hónap.
meg két év. Jó, srácok, akkor gyertek ide. 3 hónapos, ezt most nem szakítom meg. Vagy 13 hónapot. Jó, itt utána pihentetjük ezt a sereget. Hogy áll, 7 év durván. Jó, és elkezdődött a keresztes hadjárat is. Igen, most ilyenkor egy darabig nagyon hangos. Jó, végre csend van. Szóval ez a háború, ez most Dunbar és plusz 56. Ez a keresztes hadjáratunk. Ez volt Dunbar, igen. Ez meg ellenem megy is, ezen plusz 61-en vagyok. Nem, még mindig nem az egészet, hogy szarjós, rátten nyomorult. Mindegy, leszarom. Takarodj el vissza ostromolni, bazd meg. Igen. Te mész verekedni. Te maradsz ostromolni. Édes Istenem, bazd meg. Hú, de nagyon hülyék vagyok, baszki. Jó, itt mindet eltöntetünk. Szóval... ez a keresztes hadjárat. Itt is van egy szép nagy hadszíntér, de nekünk itt Andalúziában kéne majd egy jót verekedni. Mert azért jár jutalom. Ámbár meg még csak plusz 57. Soha nem lesz vége. Jön oda. Ja, igen, rendszámok. Őt biztos, hogy nem. Majd a végén intézgetjük. Veszek színek, hát maximum egy picit adóemelést. Intézünk ezt. Na, taka. Jó, Buckinghamet megörökölhetjük. Ezt megreparáljuk, jó. Jó, ősi emlékmű, meglepihentem. Fasza. Thank you.
Igen, mert itt meg nincs elég emberünk az ostromhoz, az 7 év, soha nem fog véget érni. A plusz 65-et, mennyire el le kéne azt zárni most már igazán. A Dunbar is plusz 60-ban van, tehát annak is igazán vége lehet a már. Mindegy, itt a srácok pihennek. Hogy néz ki? Na, építünk most semmit, oldjátok meg. Mi van? Mi olyan nagyon fontos, bucikám? Jó, átadom neked. Egy powerful vazalnak hely kéne. De nem baj, mert egy powerful vazal mindig kimarad. Jó, létrehozzuk a Duchy of Povist. Ez hol van? Ja, nem, az az enyém, az biztosan nem módosítgatjuk. Povis. Átadjuk. A fiamnak. Hát, hogy nem. Nem, nem fogunk itt dinasztiával szarozni, mert alkalmatlan az összes. Wessex, Kent, Connect. De angol szász vagy, az a te bajod. Neked, te úgyis a fogom vagy. Te úgy tudsz pattogni akkor. Na, amúgy meg... Lord titelnek ezt oda kéne adnom. Összelengedtem. És kicsesebb. Plusz 68, és lesz van vége. Valami szövetségesen betévedt a bunyóba. Jó. Ja, az már megvan. Hát... Az van benne, mindegy. Jó, az ott le fog menni. Nem, ott arra megtartjuk azt a klémet, mert nekem kell az a terület. Miért ment le 38-ra? Anyám már komolyan. Üdös életben nem végzek így semmivel. Mondom, te oda. Megintézed azt. És miatt a gyökerek miatt kimaradok a keresztes háborúból, ha ez így megy tovább. Ezt az egy idiótát, ezt én nem tudom meddig kéne gyepálni, hogy végre bekussoljon.
Legyél diligent. Ez csak ez az egyetlenséges sereg van ott, a másik az ne utál. Itt hogy állunk? Még mindig intak. Jó, ácsi. Honnan lett nektek egy 6000-es seregetek? Biztos, hogy nem. Fuck that. Jöttök visszavonulni. Persze, beszállok veled a bunyóban, hogyne. Csak azért, mert nem baszhatom a szövetséget. Nem muszáj beszállnom, nem azért megyek, mert jó kedvem. Na ez. Tehát az a sereg, az honnan került oda, miután módszeresen egymás után zsinórban 6-szor elgyaláztam a szarba, utána honnan tudod fölállítani egy ekkora sereget? Azért vannak dolgok, amikre szeretném tudni a választ, bazd meg. Nem hiszem el, geci. Honnan? Még látványosan nem veszít semmit. Honnan lett neked egy 6000-es sereged? Nincsen szövetségesed, egymás után 6-szor elvertelek, akkor honnan? Kurva jó, geci. Kihetetlen. Egyszer csak a semmiből előhúzott egy sereget. Kihetetlen. Ez meg már igazán megszűnhetne. Ó, hogy tekerjem anyádba, ti meg már nem vagytok elegen. Nagyon jó. Jó, akkor a félrel feltöltődik mind a kettő. Ezt így, mi a fasz? Közben meg keresztes hadját van. Srácok, mi a szar van itt? Az ember leül egyszer játszani, és így a játék úgy gondolja, hogy fuck you, és szar rá megy minden. Hihetetlen, bazd meg. Jó. Ez is mi a szarnak küldtem, nem ezt tolni. Egyre kevésbé értem. Azok miért ide spawnoltak? Ott van a spawner. Kérdések, amikre nincsen válasz. Pest is volt, ugye? Na és lett még egy fiam, nagyon jó. Azt még pont kellett. Hmm.
belefér. Oké, ezt is megnyertük, ezt is megnyertük. Azt is, ez mi? Nem inspirálunk senkit, mindenki kapja be. 53. Ennek már igazán vége lehetne. Most már nagyon komolyan mondom. Ez melyik? Ez a keresztes hadjárat. Ez mi? Liberty War. Ki a faszom? Mindegy. Jó, frakció meg nincsen ellenünk. Nagyon jó. Vagyunk, hogy ezt az ostromot be kell fejezni nagyon gyorsan. Aha, ez meg egy 5692 fős ellenséges sereg. Igazán értem most, hogy mi történik, de jól van. Ezt nem fog végig menni. Mégis csak van egy frakció ellenem? Jó, jó. Legyél honest. Majd küldöm a seregeimet, persze. Ezek meghalnak. Nagyon jó. A tökön verjen bele. De még mindig nem az összes ember. Te... Halló! Csókolom, mi a bús falában? Nem mindenkit? Akkor basszátok meg. Hát akkor minek lehet ott külön választani? Hm? Akkor még mi értelme van onnan választani egyesével, ha úgyse számít? Na végre bazd meg! Takarodsz a börtönbe! Hülye szuka! Hihetetlen! Anyádat szopast! Kis szarrágó! Oké, ti még mindig nagyon rosszul vagytok, mert nektek nem ott kéne állni. Tehát ezt már egyszer párszor megbeszéltük. Néhányszor kiadtam már a parancsot. De látványosan nem érdekelt titeket. Összesen. Nehogy azt mutasd, hogy mennyi összesen. Hát 8 plusz apró, jó. Takarodj! A csába! Jó van, térdelj le és szeress!
szaros kót pöcs. Ennyi. Ah! Háborúzunk keresztes hadjárat, ez a keresztes hadjárat akarod, ez meg egy Liberty War West Frankián belül. Jó, azzal én nem foglalkozom, nagyon sajnálom. Legutóbb is semmire se volt jó, hogy beszálltam és segítettem nektek. Ne azt mutassa, ja az csak az, jó. Nincs beneficiary? Jó, akkor tessék, kuzinom is leg... Várjál! Te! Te vagy a beneficiary, jó, taka! Aaaaaj! És te ki a tosz vagy? Bretány, nem akarok Bretányjal háborúzni. Ezt javítsuk, jó? A marsalom az megállás nélkül County Controlt nevel, de akkor intézed ott, jó? Mert ott a legszarabb, oké? Túl sok dacsi, jó. Dacsi of Godolin, Grant 2. Britannic Heritage. Közepesen életképes lesz. Jó. Akkor börtönömben kik vannak? Hol? Taka. A többi az maradhat a börtönben, nem érdekel. Bár... Léci már! Na. Oké, te ransom, aki vazal, az marad. És ransom. Te is ransom. És te is ransom. Egyek három vazalluson van, aki börtönben van. Egy, kettő, három. Pipa. Jó! Hogy van too many Dutchies health, hogyha most adtam oda neki? Titeket egy kicsit díszben, jó? Disbandol, hát hogy megérted. Miért van too many Dutchies? Fuck off! Miért van too many Dutchies? Ezt most adtam oda. Ezt most intéztem el. Mi a szar? Ő nem a vazalusom. De ez fura volt, mert az előbb, mint hogyha egyszerűen ezt megkiosztottam volna.
Jaj, nehogy ebből a szukából most powerful vazal csináltunk. Jó, őt ki lehet cserélni. Jó, az úgy jó. Nagyon jó. Na, military. Spawner, tessen vele tenni. Jó. Az ott jó, az ott az. Oké. Dismiss. Na, adjunk egy kis időt, hogy összeszedje magát a sereg. Szopóra áll a kruszéd. Az 44 ezeren van, de jó Isten, ez biztos, hogy nyerjük meg. Esélytelen. De igen, eddig semmit nem tettünk bele. Lazítani. Heavy reinforcement rate az legyen jó. Investigáljuk ezt az érdekes romot. Jó, és tartsunk egy vadászatot is. Belterjes, tűzszögős, törpe az örökösön. Azokat nem tudom, milyen seregek. Jó, és hazatértünk, szuper. De hát most akartam... ...felállítani a seregemet. Már erről lemaradtunk. Na nézzük itt, mik vannak. Jó, hogy néz ki itt a war map? Itt vannak bunyók. Ide jövünk akkor. Burkuszba. Oda. Köszönjük, hogy ilyen türelmes voltál, pápa bácsi, csak kellett még egy kis idő, tehát így... Sorry. Ja jó, de ez a francia Liberty War, jó, azt meg nem is érdekel, hogy kikapnak. Nagyon kerülgetnek. Na, a dup munió is beszáll a keresztes háborúban, még mindig veszettül szokó meg, de mondjuk 106 ezer. 141 ezer ellen, szóval némi progress csinál.
szóval volt itt némi nemű fejlődés. Ah, és ma ott is vannak a srácok. Ez melyik? Ja, a West Frankia, hát ezt le is szarom. Na nézzük, hogy állunk ebben. Minusz 41-en. Na, megy fel a szkórom. Nem, a lovackánkat mindenképpen meg kell gyógyítani. Állj! Állj, mert ezek ellenségek, ugye? Aha, ott jön egy kurva nagy adag enemy army. Nem húzom be, mielőtt ideérnek, az a baj. Az a baj. Ezek a területek is ide számítanak. Hogy ti... ezt a somoljátok. Lisszabont! Meg a somoljuk Lisszabont. És remélem, hogy el tudunk lépni innen, mielőtt utolér. Az rohadt nagy patkányság lenne, ha utol tudna érni. Halló! Mi a fasz? Komolyan már, gyerekek! Menjetek a picsába! Hol van, persze. Komolyan, abban a másodpercben, hogy tehát most ezt tényleg álljunk már meg egy kicsit, mert igénylem, geci, tehát légy szíves. Én itt ostromlok. Ő megjelenik itt. Távolság. Abban a másodpercben azt mondom, hogy jó, takadérre. Elindul mindenki, de valamiért nem egyszerre indulnak el. Így ő utolér, nem akarom tudni, hogy, és még azok is utolérnek, akik itt voltak a térképen. Tehát így... mi van? Mi a logika? Jó, van két hülye paraszt meg helyet akar magának a Councilban, de egyik faszabb, mint a másik, bár ez kivételesen ért is hozzá. Csodával határos módon. De Dutch of Pobist azt meg az előbb már egyszer megcsináltam. Tehát, hogy... mi van? Miért csináljam meg kétszer Pobist? Na jó, hát leszom. Csak ebben most az a vicces, hogy oké, megcsináltam még egyszer Pobist, de megint benyögi nekem, hogy túl sok Dutchin van. Tehát... és most osztottam ki a... két powerful vazalból, kettőnek ki lett osztva a hely. Mindegy, nem érdekel a... nem hagyom meghalni a lovamat. Szóval, hogy érted, itt van Povis. Ezt már egyszer megcsináltuk, tehát itt van állam. Most megcsináltam emiatt még egyszer. Kérdez, hogy miért.
egy stewardship alapján nézzük az embereket. Jó, és lóbont nem lehet? Ezek a lehetőségek vannak. Mondjuk 20% a kontribúcióm. És elég szép sört kapunk belőle, úgy nézem. Mindegy, hát most kivárjuk, amíg a seregünk újra besorozható méretű lesz. Pontosabban, amíg lesz seregünk, akit besorozhatunk így egyáltalán. Ha addig véget nem ér a keresztes hadjárat. Jó, fia meg megtanult káromkodni. Jó van, és a nagyon remek paripánk pedig elhunyt. Pedig remek ló volt. Ezt 31, aha. Itt ugye a 40-et kell összehozni, szóval még 8 szintet kellene nőnie. Itt már megint pattognak a vazalosok. Ő egy powerful vazal, oké? Ezt az előbb rávertem, hogy pulsz, jó? Remek. Ő is powerful vazal. Ő már nem, pedig ő nagyon jól csinálja ezt. De ő viszont igen, scheisse. Jó. Neovás, az jó. Neovás az jó. Neovás az jó. Neovás az is jó. Ez most melyik? Itt nézek. Grand Mayor-t nézem. És ő is neovás. Jó. Igen, ez a kis neovás sziget, az nekem nagyon jól jön. Leginkább azért, mert boostol. Plusz 0,32-ről plusz 0,34-re nőtt fel. Hát, sok, de... itt nagy szövetségesünk csúnyán hal. Nem egy nagy stratéga a játék. Hát a taktikai éjjel ez annyira nem adja. 72. Nekem meg lassan töltődik vissza a seregem. Ez a probléma. Na, erje.
Nem, legyél bátor, a maximum én bestresszelek. Na. Gyerünk autószép, kapd össze magad. Van, tartsunk udvart. Jó, hát rászóltunk, ez megvan. Oké, tartunk udvart, ígérem. Jó fiú leszek. Persze, építkezzünk. Elnevelem apuját, hogy ne. Tanítsál, és akkor az angol száz parasztok jobban fognak szeretni, és talán kussolnak. Na, keresztes háborúknál tartottunk. Multiple guest has arrived. Igen. Jó, kettering meg. Plotol. Nagyon, hát plotoljon. Na, come on! Gyerünk! Túl lassú. Túl lassú, meg közben véget ér a keresztes hadjárat. Minusz 85-ben vagyunk már, baza. Ez nem jó. Jó, nem leszalom, nincs időnk, muszáj vele húzni.
itt vannak északon többnyire. Kivéve ez a kurva nagy 20 000-es seregük. És ez a baj. Mindenhol csak enemy seregek vannak. Ez is enemy. Ez egy ally, de ez kapja hal. Jó, hát menjünk ide. Nem, te... Ó, valóságos. Nagyon igazságos. Jó, jó, besesszeltem. Gyere be, térde és szeress, úgy. Nem, kitartunk. Na, nem lehet már a fa alatt ücsörögni. Oké, akkor... lakomát tartunk. Jó. Már is helyreállt a stresszünk. Kicsit gyorsabban kéne jönni a katonáknak. Jó, megint szétstresszeli az agyát. Ez meg nincs egy normális event. Nem, nyilván az asszonyt illeti maga dicsőség, hogy nem. Mi van? Aha, hát a Kenti gyerek az megölt valakit. Hallgatásomnak ára van, fiam. Na mi van, nem nő ez a sereg? Váltunk 6869-nél, vagy mi? Húzott kapicsába. De most komolyan nem nő a seregnek a... De, jó, akkor nő ez, csak rohadt lassan. Jó, közben elvesztettük a Holy War-t. Nagyon jó. Remek. Jó, hát akkor diszbendolom. Jó. Álljál már meg, hányszor mondjam, hogy állj. Ez ki? Skót király. Jó, kifizetem neked. Hát ez nem érdő ez a keresztes háború, mert pont úgy jött ki a lépés, hogy rohadt skótokkal elvasszattuk az időt. Tudom én, az meg olyan nagyon nem érdek, hogy ő mit hisztizik. Jó. Hát. De miért a horseshoe-t nem a windmill-t szedtük elvileg? És side effectnek behúztuk a horseshoe-t. Oké. 17 év még a szélmalom, ami kéne nekünk.
Erre azt mondtam már neked, hogy kifizetem. Akarod onnan. Veszekszőz, miért is nincs? West Frankia meg akarja szerezni Burgundiát. Szép nagyra nőtt. Amúgy van külön Germánia, Bavária, Poland, meg Magyarország is ott van. A horvátok is külön vannak. Navarra, Al-Andalus, Akvitánia, Bretagne. Jó. Én most nem ezzel foglalkozom. Hanem... itt van nekünk ez. Na, ez nem hozzám tartozik. Hol van az offer vazallage opció? Hol van innen az offer vazallage opció? Itt kéne legyen. Ilyen opció. Na, megtanultál briton nyelven? Nagyon jó. Gratulálok. Jaj, tényleg azt a kis taknyost is ki kell még tagadni. Megkapja Írország királyságát, és csak szopás lesz belőle. Ó, anyám. Így. Ez is inbred. Minden gyerekünk inbred, mert a... unokatestvérünket vettük feleségül a szövetségért. Az a bajunk, hogy bajunk van. Az a baj. Na. Ulf, az a pöcs, meg hál' Istennek végre elhalálozta magát. Szóval meddig tart a trusz? Még 9 hónapig. Jó, hát akkor nem megy a 9 hónap és verekedés. Viszont akkor addig a püspököt rá kell... hanyas volt a püspöknek a skillje? 16-os, na állj, kézifék, Hildevert felnőtt lesz szarokrája. Szóval... azért jó... hogyha Lennoxra adok ki izét, az egész Galway-re lesz érvényes. Így. Mert 16-os. Így most benne van a pakliban, hogy Claymont Duchy lesz a possible side effect. Az nekünk nagyon jó lenne. Egy balfasz vagy. De most elrontotta is emiatt, ott most lejjebb mentek az adók. Jó, itt egymással elháborúzgat. Ehhez én nem is kellek, srácok. Plusz 82-ben vagytok. Nem kellek én ehhez.
megoldjátok szépen. Az adódat visszaállítom normálisra. Ezt a kis szarost azt tanítom én. Te fizest ki a tartozásod. Az meg povisz. Jó, én nem csinálom meg többet Duchy of Povis-t, mert már megint itt van, hogy you can create the Duchy of Povis. Tehát így... Urát, felnőttél. Na, álljunk meg egy picit, most már nagyon sok minden történik egyszer, és ez most csak idegesít. Szóval... Jó. Ez a Realm Capital... Na! Álljunk már meg! Mondtam már tízszer, hogy állj! Tessék, ez az, amiről beszéltem, hogy gyelvé. 21 az jó. Plusz 81, lehet, hogy mégiscsak majd segítenem kell. Szóval, most már menjünk végig ezen a sok szalon, jó? Mert kezd idegesíteni. Ezt javítsad meg. Hogy? Fasza. Ezt is megszerelted. Fasza. Te nem érdekelsz senkit. Povis eltűnt a listáról. Reset filter, csak az Alliance marad benne. De ezek ilyen nagyon kis takony semmi szövetségesek. Ezek egy herceg elvileg. Halló! Burgundia. Princess. Ennek meg férje van. Jó. Ennek is férje van. 14 éves és már jegyese van, bazd meg. Bretagne. Ennek is férje van. Lotharingia. Ennek már van férje. Ez meg egy fiú. Németország. Range marriage, de miért nem tudok neki senkit ajánlani? Dániában találunk neki lányt, ami már mindegyiknek férje van. Svédországban. Jó van, akkor te nyomorult kapsz valami szar feleséget, aztán részvétem legyél vele boldog. Én gondoltam, hogy egy jó feleséget szerzek neked, de hát... Úgy... Ebből kurva jó fattyak lesznek majd. Ja. Mert a hadüzenet... nem Monarch, hanem Duchy of Galway-re. Adjuk ki, declare war. Megjel taka, taka, taka. Na, basszunk oda neki. Össze a pénzt, pápapá.
gratulálunk a házasságnak. Na. Az megy oda. Az megy oda. Az meg oda. Meséte, katolikus fa. Mesél mindenfélékről. Gyermekekhez való viszonyatoknul inkább ne. Na, húzzunk bele. Mi történt? Ó, a törpe örökösünk felesége, Sofia meghalt, és... ez kínos. És neki nincsen gyereke még az örökösömnek. Igen, akkor csináljuk így. Várjál, örökletes trétek kellenek, mert ezt a vérvonalat kell vinni. Okos vagy szép és amazoni. Na ez a 100 shunen, ebből nagyon jó gyerekek lesznek. Hát van rá szansz, hogy a rossz genetikai tulajdonságait levetkőzi majd a gyerek. Mert hogy ugye jelentős összeget fektettünk a vérvonal tisztaságába. Mint hogy a bad kognigenitál traitek azok 30%-a kisebb sanszal öröklődnek, és ott lesz utána az, hogy én mondom meg, hogy mi öröklődik. Jó, teljes letámadásos kótok ellen. Na nézzük. Szonya, 13, 7 év, 3 év, 3 hónap. Sereg. Ja, hamarosan nagyon csúnyán meg fogja szívni. Ezt hogy csináljátok? Elég szép túlerőben voltunk, valami balfasz vezeti ezt a sereget? Defeat. Az victory. Jó, az én seregem átmegy oda.
Hol van ez a hülye, aki kikapott? Te. Ezt a Norfolki kolléga átveszi tőled. Jó az irányítást. Gyermek a dinasztiában, leszarom a nevedet, haladjunk. Jó. Oké. Az Isle of Man kitámadta meg. Srácok, gyertek, Man szigetén happening van. Intézkedni kellene. Mert meghalt a barátunk, és ettől bestresszeltünk. Úgyhogy tartunk egy vadászatot. Reméljük, hogy semmilyen fuck up nem fog kiütni csata közben. Jó! Isle of Man, ezt megnyertük, nagyon jó. Volt. Ez neutrális, ez egy enemy. Szóval megy, oda megy, jó, oké. Okay. Srácok, jöttök oda. Hogy állunk? 28. Hát ad. És Dumbarton az utolsó vár itt a skót részen. Jó, ezt az a három sereg, ezt megoldja ezt a szekciót, és akkor ez a 3700 megjön ide, jó? Aha, ja, mert te tudsz így forogni, csak nekem nem lehet soha mi. Oké, te kis keci. Rendben. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. És a skót királyt foglyul eltettük. Ho-ho-ho. Na, mik vannak? Enforszálom a dimendeket. Na, mi van bazze? Jó. Ezt reparáljuk. Neked én vagyok az urad, és kit adnék át? Ulsternek adnám át. Jó, az még az enyém. Mit adtam át? Ezt? Nem tudom, kit adtam át. Így. Akarod? Jó, de ezt is átadom neked. Nem akarok ebből balhét. Ahaha! Itt is van! Na!
Na, most minden? Hogy áll az a hülye gyerek? Érdekel engem? Nem nagyon? Na jó, várja, segítünk neki. Egy. Kettő. Három. Négy. Őt be lehet börtönözni, mert hogy félrekefélős. A kis Kloppenburg hölgyemény, akinek éppensége Padam a férje. És van egy unokám, aki amazóni, tehát nagyon jó az egészsége, de törpe. Semmi baj, ezt a törpe nyomorultat majd én edukálom, és ezt a szerencsétlent learningre fogjuk állítani kultúra véget. Úgyhogy azzal most nem foglalkozunk. A vazallósomat kiengedhetném, de nem fogom. Na, ez meg Principality of Strathclude, az pedig Grand 2. Neki. Jó. Srácok. Készen álltok a pillanatra? Mindenki fölkészült, az oknit már rég levettétek, úgy már nem is volt. Az izgalom a tetőfokára hág. Valaki képzelni a doppergés, mert ilyen stock sound, ez most nincs készletem. Emperor lettem! Létrehozhatnám Cornwallt, de nem engedi. Létrehozhatnám Man of Isle-t, de nem engedi. Úgyhogy uszurpálhatnám Kingdom of Alba-t. Pápa nem adnak lémet erre, mert amúgy nem szeret minket. Mert hogy már királyok per emperorok vagyunk. Hát hölgyeim. Mondanám, hogy emperor. Completely control Britannia, ez lenne a feladat. Ami azt jelenti, hogy ezeket a kis fiszemfaszom szigeteket nem kell, de Alba maradékát azt itt meg kell szereznünk, hogy mi lehessünk a true, a one and only emperor. És a törpi fogja az emperor címet örökölni, és most jön a legjobb rész. Most már nem kell diszinheritálni a gyerekeket. Mert ugyebár Britannia... Taka? 1, 2, 3, 4 darab királyságból áll. 4 darab gyerekig el lehet osztani. És elvileg rendben lennénk. Na, a kis Frank hülye gyerekhez be fogunk nézni, kicsit besegítünk neki.
legalábbis elgondolkozunk rajta. Tirol és Korzika szállt be Burgundia oldalán. Új Tirol. Az a kis takony. Jó. Oh, megvan, Empire of Britannia. Úgyhogy most már csak Skóciát kell elfoglalnunk, és a Reclaim Britannia questet megcsináljuk. És megkapjuk a Pendragon címet. Azaz. Yes. Yes. Kérhetünk pénzt az általunk gründolt lovagrendtől is. Vagy rendelhetünk artifactet. Hogy néz ki az udvarunk most, hogy emperorok lettünk? Tök ugyanúgy. Jó. Na, őt megint megszponzoráljuk. Meg ezt is megszponzoráljuk. Van egy Metal Smith és egy Adventure inspirációnk. Jó. Az udvarunkban mindent maxra járatunk. Emperorok vagyunk. A seregünk impozáns. City. Ott tele vagyunk, tele vagyunk, tele vagyunk. Tele van. Tele van. Az is. Ó, hát ide még sok mindent lehet. Egy city-t. Ide meg egy templomot. Az is kész. Benépesítjük Londont. Boxbridge-nél várost alapítunk. Ja, itt már konstruktálunk. Nem, ide meg templomot. Gornál. Kicsit építkezünk is. Hogy ez a mínusz kettő, ez ne mínusz kettő legyen. Ez hogy áll nekünk? Plusz 3,82, mert van egy emperor a családban. Plusz 11-es presztízs. Annyira jók vagyunk, azt ígértem, hogy fél óra alatt lezárom a mai részt, és tökéletesen kijött a centi. Srácok! Britannia birodalma! Hölgyek és urak, készen van. Még valamiért Izland hozzá van baszva, de ez most senkit ne érdekeljen, ez egy ilyen minor mistake. Shit happens. Úgyhogy, következő részben onnan folytatjuk, hogy a kiváló püspökünkkel rávetülünk itten régiókra, hogy egész megyéket, még egy, kettő, három, négy darab megyét kell elintéznie. Úgyhogy még négyszer fogjuk ráúszítani, mivel ő csak 29 éves, és így egy 11 hónapig tart neki, ezért mindenre lesz claimünk. És beszállunk a kis Frank barátunk háborújában, mivel mit akar elérni, by the way? Duchy of Burgundy. Aha. Provence.
van benne, azt mondja, hogy a Duchy of Upper Burgundy, ezt a térséget akarjuk, úgy tűnik, hogy megszerzni. Ja nem, itt van Burgundia. Ja, értem. Duchy of Burgundy. Ezt akarja szekurálni. Magyarul Macon és Nevers hiányzik neki. Aha, Macon és vagy Mosson? Nem tudom, hogy kell mondani franciában azt az A betűt, aminek a tetején van egy ilyen kis hányás. Fasz, de... Nevers... Franciáknak soha nem azt mondják, mint ami le van nőszal. Szóval van az N betűs, meg az M betűs, amit meg kéne szerezni neki. Ez a lényeg, csak... Hülye angolok, angol hülyék, és még hülye franciák. Na. Az van. De Avignon, azt tudom, az valahogy van, meg Anjou. Igen, meg Provence. Hol van Avignon? Érdekel engem? Nem. Vivier. Compressé. Dijon Sens. Monsieur. Évre. Cremon. Amien. Ő. Jó, na, koncentrál. Srácok, megvan Britannia. Nagyon-nagyon szépen köszöntöm a figyelmet. Még elintézzük itt ezt az északi részt. És a játékból még hátra van nekünk, by the way, kb. 290 év, úgyhogy egészen jó időt futunk. Azzal a setbackkel együtt is, amit itt ugye a második, harmadik rész környékén az örökösödési háborúban elszenvedtünk. Azért, na, Emperor, azért az már úgy kinéz valahogy. Emperorok lettünk. Kimondottam? Korrekt királyok lettünk, és még csak 52 éves a karakterünk, szóval még van egy jó 10 plusz álfa év benne. Ferpadam, Zalondre... Jó lesz ez, jó térszek, kíváncsi vagyok, hogy a csaj örökölhet-e majd. Az lesz majd egy érdekes kérdés, de minden esetre a törpe, beltenyészet, tüsszögős karakterünk rököl utána, akinek a learningje az nagyon jó. Nála nem pénzes életutat fogunk választani, hanem a szkolárra fogunk rámenni, mert a kulturális fejlesztéseket akarom felerősíteni, és a scholarship fókusszal, illetve a developmentünk jobban fejlődjön. Úgyhogy az lesz ott a fókusz, a pénz szerintem azt egészen stabil lesz hozzá a birodalom. Na, nem húzom az időt, köszöntöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is ne felejtsétek, árti szeretiteket. Hello!